Kedves szülők, kedves vendégek, nagyszülők és Eiber Józsi igazgató, sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a meghitt napon. Az utóbbi hónapok bizony nagyon vártuk már ezt a közelséget az óvodai ünnepek alatt. Hiányzott a gyerekeknek és nekünk is, hogy ne csak online módon, hanem így személyesen is tudjuk benneteket köszönteni. Aztán vártunk ebbe a furcsa helyzetbe, és eljött bizony ez a nap is. Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Kicsit féltem, amikor az óvodába vezetett, mondja a versünk. Talán nem csak a gyerekek féltek, hanem ti szülők is. Eszetekbe jut az első nap, amikor mindketten szorongva léptetek át az óvoda kapuját, mert valami új, ismeretlen világ felé indultatok közösen. Emlékezzünk csak vissza, mennyi mindent kellett átélni. A sírások, a nehéz elvállás reggelenként, a nem akarok óviba menni. Ez a mondat hányszor hangzott el, de ti álltátok a sarat. Aztán egyszer csak valahogy bejöttek. Igazi óvodások lettek. Barátságok alakultak ki, sok ismeretre tettek szert, amit talán észre sem vettek. Élményekkel gazdagodtak, még ebben a nagyon furcsa helyzetben is. Közösen kezdtük nevelgetni ezeket a kis palántákat veletek együtt, mert a gyermekek nevelése olyan, mint a kertgondozása. Ha kellő talajon növekszik, ha szeretettel, gondoskodással nevelitek, szépen fejlődik és jó termést hoz. Bizony, mi is nagyon sokat tanultunk a gyerekektől. Rengeteg szeretetet adtak. Szomorúság van, igaz? Most, hogy lassan átépik az első osztály küszöbét, ismét egy világ felé indultok közösen. Az első időkben előfordul, hogy nehézségek adódnak, elfelejt valamit, vagy hibát vég. Nem úgy teljesít, ahogy a többi. De egy valamit ne felejtsetek. Ő nem a többi gyermek. Ilyenkor az a legfontosabb, hogy mellé állj, biztasd úgy, amikor az első alkalommal léptétek át az óvoda kapuját. Kedves szülők! Nagyon szépen köszönjük az együtt töltött éveket, a segítségeteket, és hogy mindig partnerek voltatok mindenben. Hálásan köszönjük, hogy bizalmat kaptunk tőletek, gyermekeitek neveléséhez, szeretéséhez. Útravalóként fogadjátok ezt a pár sort szeretettel. A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért hasonlítanál össze? Mindegyik más, mindegyik különleges, és nektek mindig a sajátotok a leggyönyörűbb. Kívánok nektek nagyon sok örömet, boldogságot és legfőbb ebédséget az iskolás évekhez, és biztos láttátok már a hírportálon, hogy tegnap mi ültettünk a gyerekekkel egy-egy bokor levendulát, minden csoport ültetett. Ezzel szeretnénk emlékezetessé tenni azt, hogy mi nevelhettük ezeket a gyerekeket, és továbbra is mi ezeket a levendulákat úgy neveljük, úgy szeretjük, mint ahogy őket szeretjük. És itt marad egy kis emlék belőlük, de azért remélem, hogy néha-néha visszajöttök még megnézni bennünket. Köszönöm szépen! És fogadjátok sok szeretettel ezt a kis pünkösdi csokrocskát, amit nagy lelkesedéssel készítettek a gyerekek. Piros pünkös napján mindenek megújulnak, a kertek, a mezők virágba borulnak. Annás, pajtás, bokrétás, jól megfoglom annak a táját. Ne tapossa a pünkösdi rózsát!
Mi van ma? Mi van ma? Mi van ma?
megköszönni nektek ezt a nagyon sok szépet jót, és elköszönni a gyerekektől, és nem utolsó sorban minden kedves szülőnek, családnak készítettünk egy oklevelet, amivel szeretnénk megköszönni az együtt töltött éveket. Fogadjátok sok szeretettel! Hálával tartozunk a sok-sok jóért, fürdésért minden kedves szóért, gyanús néni mosolyán, kedves biztató szaván, viszem magammal tovább. Szeretünk benneteket, nagyon fogtok hiányozni, nagyon hálásak vagyunk, hogy ennyire szerettétek a gyerekeinket, ennyi mindenre megtanítottátok őket, majd a kisebbeket hozok többit, vagy mit tudom én. Köszönöm mindent, nagyon. Gondolom, erre szavak most nincsenek.
úgy nagyon sok mindenre, de erre különösen is. Nagyon szépen köszönöm.